Jó estét kívánok, kezi csókolom, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntöm Önöket a Pöndöly Táncegyüttesek éves bemutatkozó műsorában. A hagyományos évadzáró, tanévzáró műsorról az együttes tagjai számot adnak az elvégzett munkáról, elért sikerekről. Az elmúlt esztendőben annyi programja és műsora volt az együttesnek, hogy képtelenség mindent bemutatni. Ezért is kapta műsoruk címét a Kispöndöly Sippal-Dobbal című koreográfiájáról, amelyet már láthatott a tisztelt közönség a Baranyai Gyermek Néptánc csoportok találkozóján idén tavasszal itt a Komlói Színházban. Elsőként a legapróbbakat láthatták, akik gyermekjátékokat mutattak be Németh Csilla és Kész Ildikó vezetésével. Az ebben az évben megrendezésre kerülő harmadik baranyai szólótáncversenyen a Pöndöly táncosai nagy létszámban vettek részt és számos díjat hoztak el. Külön díjban részesültek Almayer Fanni és Mutter Diana, Kirk Boróka és Bakó Bence, Kirk Sára és Horváth Gyula és Szilágyi Máté Szabolcs. Gratulálunk nekik és nagyon büszkék vagyunk rá. És most egy kis összeállítást nézzenek meg Baranya kiváló táncosaitól. Baranya kiváló gyermektáncosai Simon Luca és László Lénárd, Ormánsági Lassú és Ugrós Csárdás, Fugelman Panna és Budaházi Szabolcs, Tardos Keddi Birkás Tánc és Friss Csárdás, Takács Katalin és Bakó Máté, Felcsíki Lassú és Gyors Csárdás táncolnak. Baranya kiváló ifjú táncosai Út Ádám, Nagy Ecsedi Magyar Verbunkot, Donomál Márton mezőszopori férfi táncot mutat be. Baranya kiváló táncosai Szalóki Dorina és Mészáros Dávid mezőkeszűi páros táncot adnak elő. Gratulálunk a díjazottaknak és fogadják őket szeretettel. Thank you.
Tördői tevékenységében fontos szerepet tölt be a baranyai hagyományok megőrzése. Már kisgyermekkortól igyekeznek a tánc szeretete mellett a helyi hagyományok ismeretét is átadni a táncosoknak. Most egy baranyai játék összeállítást láthatunk. Ti fo por hoy.
ördöngős füzes férfi táncaibor már láthattak vizelítőt a karácsonyi műsorban. Most ezt az összeállítást kiegészítve nézhetik meg, ahol egy mulatságba csöppenünk. A koreográfiában zenészek és táncosok és zenészek kapcsolatát a középpontban lévő nedű szerepét figyelhetjük meg. Remélem, önök is olyan jól szórakoznak majd, mint a fiúk a színpadon. Hogy így élem világom, de világom. Hogy így élem.
én is szabajtottam, de elszabajtottam, utána szaladtam, de meg nem foghattam. Kisleányok, leányok, nők táncolnak együtt a következő leánytáncban. Zuborvidéki dalok és motívumok segítségével a tánc nyelvén mesélnek szerelemről, csalódásról, megélt, átélt érzelmekről, egymásnak is nekünk. Vasné Pap Viktória, én is szabajtottam, de elszabajtottam című koreográfiáját előadják a pöndői, kis és nagylányai, asszonyai. Thank you.
A szomszédos hosszú hetény messze földön híres. Táncait, viseleteit, rezes bandáit évtizedek óta ismerik és csodálják, határon innen és elől. A pöldöly több generációja is foglalkozott már a hetényi hagyományokkal, és szép sikereket értek el ezekkel. Most a második osztályosok mutatnak be hosszú hetényi játékot. Nyisd ki, Dózsa!
az apróböndő csoport, mely aprónak nem mondható már, az idei Baranyai Gyermek Néptánccsoportok találkozóján díjat nyert. A jó hangulatú lelkes kis csapat alig várja a nyári tánctábort Alsómocsoládon, az ősszel pedig Szekszárdra készülnek a Tóth Ferenc koreográfia versenyre. Most kormánsági táncokból összeállított műsorokat láthatják. A címe Érik a dönnye. Thank you.
táncosokat kísérték az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Iskola tanárai, tanítványaik és a pöndös zenészei. Radák Márton hegedű, Öller Hofer Csenger hegedű, Beáki Márton tárogató, Mészáros Vince Brácsa, Donovál Márton négy húros brácsa, és Beáki Máté bődő. Nagyon ügyes, pávát megjáró és idén is oda készülő kis csoportot, a pici pöndőit láthatják az elkövetkezőkben. A Vág Garam közére kalauzolnak el bennünket, egészen pontosan tardos kedd, gyönyörű, izgalmas táncai kelnek életre egy eszközzel a főszerepben. A váskabot, amelyel a régiek a vizet hordták a hátukon, a vállukon, kerül különböző szerepekbe. Talán többször is megjelenik, mint kellene, ezért műsorok címe Páskások. Thank you.
Szent Iványi és Rimóci táncokkal foglalkoztak. Ma este a Palóc-földre visznek minket, Rimóc falvának táncait mutatják be a Vörös Neves Banda kíséretében. Műsorunk a végéhez közeledik, a Pöndöly Táncegyüttes tagjai köszönetet mondanak elsősorban a szülőknek a sok támogatásért és segítségért. Köszönetet mondanak Hegedűsné Melindának, az EFAMI viseletkészítőjének, fáradhatatlan munkájáért, ő a mai napon is öltöztette a táncosokat. A mai bemutató utolsó műsorszámában búcsúzik a Pöndöny Néptánc Együttes és a tánckarke vezető és koreográfus Podpác Beáta és Kirik Zoltán, művészeti vezető és koreográfus Németh Csilla. És búcsúzom én is, megtisztelő figyelmüket megköszönve további szép estét kívánok. Befejezésül tehát Úgy járja a sarkantyúság címmel Rimóci táncokat láthatnak a Pöndöny Néptánc Együttes előadásában. Thank you.